Különben fogyókúrának az sem egy rossz megoldás, hogyha az ember elmegy egy olyan vidékre, ahol európai ember nem tudja megenni azt a kaját, amit adnak neki. Most nézzük csak, itt van Magyarország, és elindulunk így Pécs felé, lefelé, egészen Szaúd-Arábián át, Jemenbe, annak is a legdélibb csücskébe, Dél-Jemenbe. Hogy ez miért érdekes, az a következő filmből kiderül, és felvezetésnek még csak annyit, hogy sokszor azt hiszük, hogy hétköznapi munkakörbe dolgozó, hétköznapi ismerőseink, hétköznapi emberek, pedig hogyha beszélni tudnának mindenkivel, mindig mindenről. ...1985-ben és azelőtt hol volt munkahelyed? 1985-ben én még Dél-Jemenben voltam, de 1980-ban mentünk ki Dél-Jemenben. Tehát 5 esztendőt töltöttetek? 5 esztendőt töltöttünk kint Dél-Jemenben. Előtte a Kristály vendéglátóvállalatnál dolgoztam, mint jelenleg is. Mi Dél-Jemenben adminisztratív beosztottak voltunk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy lényegében az útlevélnek a kiállításától, a villanykörtének a becsavarásáig mindenfajta munkát jelent. Tehát diplomáciai testületnél? Diplomáciai testületnél, ha szükség van rá, a konzult kell helyettesíteni, ha szükség van rá, akár a nagykövettel együtt tárgyalni kell menni, vagy éppen az arab helyi alkalmazottaknak az irányítása. Én nagyon szívesen kimennék Jemenbe egy hónapra, de 5 évre. Nem féltetek, hogy ez egy egészen más világ? Egyáltalán mit ettetek, hogy éltetek ott? Nem sokat szeretnék róla beszélni, mert azt hiszik a kedves nézők, hogy én most panaszkodni mi fogok, vagy akarok, vagy sajnáltatni magunkat. Természetesen. De miért volnak ott panaszra? Hát az első kemény meglepetésünk az volt, amikor leszálltunk a repülőgépről, és hatalmas hőség, 98%-os páratartalom, ez késő este volt, és elöntött bennünket a víz. Hát akkor egy pillanatra megijedtünk, hogy nem-e kéne azonnal visszafordulni, mert hogy fogjuk mi ezt bírni. Az illatok is egészen mások, mint itthon, ott a levegőben terjengenek. Egy sós tengerparton van Aden, ahol rendkívüli melegben nagyon kellemetlen volt a levegő, az illata. Aztán azért csak később csak belemelegettünk, és hát meg kellett csinálni. Egyáltalán hogy fogadják az európait ott kint? Hát az európaiakat nem rosszul. Habár mint fehér embertől azért tartanak még mindig tőlünk, szóval még mindig bennük van az a fehér embernek a... amit mi magunkról tartottak az európaiak, hogy mi elsőbbrendűek vagyunk, mint az egyéb színes bőrűek. De én úgy vettem észre, hogy most már barátságosabbak, bátrabbak az európai emberekkel, mint akár 20-25 évvel ezelőtt is. Ennek ellenére nem nagyon szeretik a fehér embereket, én úgy érzem. Anyagilag megérte ez az út? Hát anyagilag szerintem nem sokat szoktak beszélni. Nyilatán volna egy gebint, ott lehet, hogy többet keresel itt Magyarországon? Biztos, hogy többet kerestem volna itt Magyarországon, ha gebint nyitok, de nem is ez volt a fő motiváció, hogy mi kimentünk. Ez az ország akkor, amikor mi kimentünk háborúban át. És a külügyminisztérium akkor úgy érezte, hogy itt van most szükség ránk, mert hiszen hasonlót vállaltunk volna. És ezért mentünk, és az mellett világot láthatunk, ami az utolsó. Csaba mondandója, illetve azért szúrtam ki őt riportalajnak, mert ahány ismerősen volt, és kiment tényleg Európán kívülre, nem Amerikába, hanem keletre és délkeletre. Az mind azért ment, hogy hozzon egy Mercedes-t vagy valamit. Ő nem hozott semmiet, de szerencsére azért egy videóra futott a keresetéből, bár Tamás itt húzza az orrát, nem is olyan jó az a videó. Nincs rossz autója sem, szóval, de nem ez a lényeg a dolognak végül is, hanem ha valaki külszolgáltat teljesítés jól keres, az nyilván, hogy megérdemli, hiszen messze idegenben dolgozni, azért ezt mindenhol. Én azt hiszem, ez egy életforma különben, szóval itt nem is arról van szó, hogy valami célért elmegyünk, hanem hogy nem tudunk itthon lenni, bár Tamás Én nem tudom, én azt tudom, hogyha én külföldön
munkát vállalnék, ha egy eszembe jutna valaha, akkor azt hiszem nem a pénz motiválna minden esetben és elsősorban, de ez azt hiszem, hogy ízlés és felfogás dolga. De a videót említetted, így láthatunk egy filmet is, amelyet nem ő készített, hanem egy munkatársa Déli Emelről, egy rövid másfél perces filmet nézhetnek meg a kedves nézők, és ez egy kitűnő alkalom arra, hogy megkérjem önöket, ha valakinek van a birtokában olyan felvétel, amelyről úgy gondolja, hogy érdeklődésre tarthat számot a többi kedves néző számára is, akkor kérjük, jelentkezzen nálunk a közösségi televízió címén, a telefonszámunkat korábbi feliratainkból, illetve adásainkból talán ismerik néhányan, 10902, és következzék a bejátszás, de mielőtt következnék, hadd mondjam el, hogy egy picit a színes televíziókon lesz egy pici kékes árnyalat, majd egy kicsi zöldes árnyalata a képnek. Egy amatőr, kisebb kvalitású kamerával készült, de egy nagyon távoli és egy egzotikus országba visz el minket. Amíg ezeket a keleti kockákat néztem, egy irigy rím jutott az eszembe, és nem tudom megállni, hogy el ne mondjam. Amíg a képernyőn pergett Jemen, én itt ültem a helyemen. Jemenből jöjjünk most egy kicsit közelebb, jöjjünk vissza Európába. Európának is a madárvilágát vegyük egy kicsit szemügyre, hogyha máshogy nem, egy könyv segítségével. Ennek a könyvnek a bemutatásának is van némi aktualitása, hiszen az úttörőházban még mindig látható egy kiállítás július közepéig, amelyen életi környezetben madárpreparátumokat láthatnak az érdeklődők, így is megismerve a madarakat. De persze sokkal jobb módszer a madarakat úgy megismerni, hogy az ember kimegy a természetbe, fog egy hátizsákot, fog egy távcsövet. Na most, hogyha már van hátizsák is, meg távcső is, a hátizsák zsebéből szerintem nem nélkülözhető az Európa Madarai című könyv, amelynek most negyedik kiadását lehet kapni a boltokban. Egy angol szerzőhármas írta, egyikük festőművész, mind a hárman természetesen az ornitológiának a jeles művelői. Több millió példányban fogyott el ez a világon mindenütt, persze főként Európában. 600 madárfajt sikerül belőle meghatározni annak, aki elegendő időt rászán és elegendő kilométert. 1800 színes ábra, hihetetlenül alapos, hihetetlenül könnyen kezelhető munka ez. Én azt hiszem, hogy aki csak egy kicsit is érdekelnek a madarak, ha megnézte a kiállítást és kedvet kapott a természetben való barangoláshoz, ha szerencséje van, még megkapja ezt a könyvet, és a könyvesboltokban vigye magával feltétlenül. Szabó Péter egész másról beszél most. Hát nyilván nem madarászkodhat mindenki a nyári szünidőben, a vakációban, ami menthetetlenül kitört. Nagyon sokan elmentek dolgozni különféle vállalatokhoz. Érdeklődésünkre azt válaszolták, hogy körülbelül annyi, mint tavaly, illetve mint tavaly előtt. Mi két helyről hoztunk anyagot, a postától és az építőipari szövetkezettől. Következzék ez,
Miért dolgoznak a gyerekek? Amikor éppen nem újságot kézbesítetek és nem vakációztok, akkor hol tanultok? Hát én az Árpád gimnáziumban járok, és most leszek negyedikes tanuló. Szintén negyedikes leszek a közgazdasági szakközépiskolán. És mi vitt rá arra benneteket, hogy nyára munkát vállaljatok? Csak az, hogy egy kis zsebpénzre szükség van? Hát engem igen, engem legalábbis az vitt rá. Engem elsősorban nem az, hanem én minden évben szoktam dolgozni. Most egy másik munkáját próbáltam ki. Miért szoktál dolgozni minden évben, hogyha azt mondod, nem elsősorban pénz szükségből? Hát így jobban eltelik az idő, szóval délelőtt dolgozom, akkor délután pedig azt csinálok, amit akarok. De azért megterhelő lehet az, hogy hánykor keltek? 5 órakor. És hányra végeztek? Hát jobb esetben 8:30-re, rosszabb esetben 10:11-re. És hogy tetszik ez a munka? Hát nekem tetszik, szerintem jó. Csak hát izgulunk, hogy nehogy elrontsunk, mert elég kellemetlen, hogyha szólnak, hogy nincs újság, vagy rosszat dobtunk be. Körülbelül mennyit fogtok keresni? Fogalmam szinten. Na jó, de 1000 forintot vagy 5000-et? Hát olyan 2 körül, 2000 forint körül. Mondjuk én csak július 11-ig dolgozom, hát biztos, hogy sokkal többet fog. És a körzetetek? Szerbergbe dolgozom. Te? Én meg innen az aluljárótól lefelé a Hunyadi tér. Akkor az Alkamáté tér, Előd, Vezérút, szóval az a környék. Gellei János miatt a Bányai egyes számú postahivatal hivatalvezetője. Ez a két lány ma reggel hány lapot vitt ki a házakhoz? A 11-es körzetben 629 napi lapot kézbesített az egyik kislány, 554 darab napi lapot és 75 darab heti lapot. A 24-es körzetben összesen 475 darab lapot vitt ki, 436 darab napi lapot és 39 darab heti lapot. E pillanatban csak ők ketten dolgoznak itt? Szünidős diákok természetesen. A Városi Hírlaposztályon jelen pillanatban 8 fő dolgozik, a Távbeszélő osztályon 4 fő. Tehát jelen pillanatban 12 fő dolgozik a hivatalunknál szünidei diák, de július, illetve augusztus hónapban sokkal többen fognak dolgozni. Most én ugye jól sejtem, hogy ez nem valami gesztus az önök részéről, hanem rá vannak szorulva a munkájukra. Hát igen, a hiányzó létszám helyeinkre veszünk föl nyári szünidős diákokat, főleg középiskolás diákokat, illetve a szabadság kiadását így tudjuk biztosítani. Hivatalunk létszámának a 80%-a női dolgozó, és főleg a nyári hónapokban szeretnék a szabadságukat kivenni a gyerekeknek az otthon léte miatt. Hány évesek vagytok? 15 múltam. Te? 14. Akkor ezek szerint most végezted a 8-dikra? Most végeztem. Te hova jársz? Én most végeztem, én is, és megyek a szakmunkásba, szakmunkás képzőbe. Most elég nehéz munkát választatok, könyvesek mellett vagytok segédmunkások. Miért? Hát jól jön nyáron ez a kis pénz. Te is csak a pénz miatt? Nem, csak a pénz miatt azért, hogy erősebbek legyünk, szóval erősödni egy kicsit. Ezért mennyi pénzt kaptok egy hónapra? Hát 3000 forintot vagy 4-et, nem tudom pontosan. Hol fogjuk viszont látni ezeket az acskókat, amiket itt ragaszgattok? Tényleg a balkázsportjában állósítják. Tehát itt a Tabányán, ugye? Igen. Most én jól értettem, hogy a raktár nagy tételbe kapja ezeket a fémpálcikákat, illetve alkatrészeket, és ti ezt hanyasával rakjátok sorba? Tízesével csomagoljuk fel ilyen kézacskókba, hogy könnyebb legyen az állósítása számlálása. És gyakorlatilag reggeltől estig ezt csináljátok? De kapunk másmilyen munkát is. Tudjátok, hogy egyáltalán mire való? Ajtókat raknak fejre. Hol tanultak különben? De szóljál már közben te is. Te például... Közében tanulunk, ketten osztálytársak vagyunk. Te? Kisbél gimnáziumba járok. De mint a Tabányán laktok, ugye? Nem. Én Dadon lakok. Onnan jársz be naponta? Onnan járok be. Hánykor kezdődik a munka és meddig tart? 6-kor kezdődik és 14:30-ig tart. Akkor hánykor kezd? 15:00. Tatabányai vagy? Igen, 5 órakor kelek. Szintén? Igen, Tatabányai vagyok, 5:00 kelek. Mi vitt rá arra, hogy elvállaljátok ezt a munkát? Hát, pénz is jól jön, de nem csak ez, legalább tudjuk, hogy milyen a munka. Csete Otto az építőipari szövetkezet elnöke. E pillanatban hány színidős diák dolgozik itt? Jelenleg 15 fő. Hát tulajdonképpen hagyománya van nálunk ennek a foglalkoztatásnak. Az, hogy megéri, talán úgy lehetne kifejezni, hogy hosszú távon megtérül, mert amikor itt nálunk dolgoznak, megismerik jobban a szövetkezetet, és talán majd
valamikor munkatársak lesznek nálunk. Volt már rá példa, hogy így nyertek meg maguknak jövendő dolgozót? Igen, volt. Most hadd kérdezzem meg azt, hogy az a pénz, amit önök kifizetnek, azt ezek a diákok megtermelik? Igen, mondhatom, hogy megéri abból a szempontból az ő foglalkoztatásuk, hogy azt a pénzt megtermelik. Hát ez körülbelül olyan 1800 forint, ha 3 hétig dolgoznak, és aki brigádba dolgozik, az a 18 forintos óradért megkeresi, egy olyan 170 órás munka hónap alatt ez több mint 3000 forintos fizetés. Forgatunk különben több cégnél is, és hogy nem láttuk filmi az ott felvett nyersanyagot, az azért volt, mert a gyerekek többnyire igennel, nemmel, tulajdonképpen semleges válaszokkal feleltek meg kérdéseinkre. Most egy leányzó itt azt mondta, hogy legalább megtudjuk, milyen a munka. Amikor mi nekünk nekiálltunk ennek a riportnak az elkészítéséhez, akkor mi is erre lettük volna kíváncsi, hogy milyen ez a munka. De hát aki holnap is ott dolgozik, az nyilván nem adja ki a saját munkahelyét. De nem is az a baj, hogy rosszat nem mondtak a gyerekek, hanem hogy jót sem mondtak. Szóval senki sem mondta azt, hogy na végre most már tudom, hogy miért érdemes fölkelni 6-kor és nem a strandra menni. Hát ez egy kicsit gicses túlzás, de tényleg valami végletet én érzek ebbe az egészben. Nagyon tisztázott az, hogy hány éves kortól lehet dolgozni, hány órás munkaidőben, hány kilót emelhet föl egy segédmunkás. Természetesen nem a postáról van szó, egyértelműek a feladatok, de mondjuk egy tejútvaron vagy egy műhelyben, ugye mit csináljon ez a gyerek? Egyáltalán szükség van az ő munkájára? Mert én ebben nem vagyok biztos, mert egy időben tényleg a béralap miatt vettek föl gyerekeket, teljesen haszontalan dolgokat műveltek. Állítólag ma már ez nem szokás. Több mester is közbeszólt, jellemző, mint hogy akkor, amikor... Én, bocsáss meg, Péter, egy pillanatra, nehogy a szarról vágó, csak nem szeretném elveszíteni azt a gondolatot, amit említettél, de ott a postánál a hivatalvezető hölgy, amit mondott, egyértelműen kiderült, hogy szükség van a gyerekek munkájára, hiszen a hölgy azt mondta, hogy akkor a szabadságolást és sok minden mást nem tudnak. Igen, Tamás, ez egy cég. Egy cég, nem tudom. Én szerintem találtunk volna többet. Természetesen nincs jogom kétségbe vonni, hogy más cégeknek nincs szüksége erre, de olyan furcsa volt, amikor kikapcsoltuk a kamerát, akkor mindenkinek megerett a nyelve, és valami olyat vettem ki belőle, amit a Honvéd cégnél tapasztaltam, hogy az öregek vissza akarják adni, amit ők gyerekkorukba kaptak, illetve kopaszkorukba kaptak, a Honvéd cégnél így volt, és a mesterek azt mondják, hogy hát én 36-tól fölmoshattam a műhelyt, akkor ez a gyerek nem emelhet föl 25 kilót. Lehet, hogy elfogadtam a valóságtól, de én nem tudom, ezt nem tudom elképzelni. Volna egy közbeveszni valom, lehet, hogy egészen népszerűtlen dolog az, amit mondok, és nagyon rossz emlékeket ébreszt. De valahogy én bennem az a vélemény fogalmazódik meg, hogy egy kicsit, mintha később volna 15 éves korban megmutatni a gyerekeknek azt, hogy valójában mi is a munka. Péter azt mondta, hogy korábban az volt a vélemény, hogy olykor haszontalan munkákra, dolgokra vették fel a gyerekeket. Lehet, hogy produktivitása annak a munkának nem volt. De maga az, hogy a gyerek ott volt azoknak a közelében, akik dolgoztak, és látta esetleg a fizikai munkának azt az erőkifejtést, amiben az került, lehet, hogy ettől tudta ő meg igazából becsülni azt a fajta munkát. Most én egy kicsit saját élményeim alapján beszélek, mert gyerekkoromban rendszeresen aratók mellett dolgoztam, nem mint marokszedő meg egyebek, hiszen már az SK 4-es kombányok idejében, mint felíró. De egy életre megtanultam azt, hogy mi az az igazi erőkifejtés, és számomra igazából a munka ma is az marad. És annak méltósága van, annak becsülete van, az valami olyan gyönyörűség, hogy és ezt az egész falu átérezte, és a többi hozzám hasonló korú gyerek is, amikor ezek a gépek végigvonultak a falun, akkor kiálltak és néztek, és annak egy tisztessége volt annak a munkának. Ezt is meg kell tanulni, nem csak azt a tevőleges részét a munkának. Pontosan ezt hiányolom, hogy talán ezt nem tanulják meg. Talán nincs előttük olyan példa, hogy ott van Józsi bácsi, akinek a példáját követni kell, mert ő tippelt, nem áll meg, mert ő rendesen végzi el a munkáját. Csak két mondat hozzá, nyilván időnek és helynek a függvénye, hogy hol dolgoznak értelmes munkát a gyerekek, hol végeznek kevésbé értelmeset. Nekem egy nagyon csúnya gimnazistakori élményem van, boldogult úrci koromban, építőtáborban. Nekünk azt mondták, hogy értelmes munkát kell végeznünk, egy építőipari vállalatnál dolgoztunk,
apró kis mozaik kockákat kellett válogatnunk színe szerint. Vigászi feladat volt, mint hamupipőke a lencsével annak idején. Ez ment 3-4 napig meglehetős ambícióval végeztük a feladatunkat, míg aztán ki nem derült, hogy egy másik helyiségben két öreg szaki a szín szerint szétválogatott mozaik kockákat összeöntögeti egy hordóba, és ezt válogattuk mi aztán szél. Nem így kell munkára nevelni. Bocsánat, én egy pillanatra azért visszatérnék, Péter, amit az előbb mondtál, hogy nem látnak bizonyos példákat maguk előtt, nem tudom. Szóval én ezen messze nem értek egyet veled. Lehet, hogy vannak olyan emberek bizonyos munkakörökben, munkahelyeken, akik esetleg nem látják el a feladatokat, de én azt gondolom, hogy... Arra, hogy az gyerekek mondták nekem akkor, amikor kikapcsoltuk a kamerát. Nem tudom. Nem ezen a két színhelyen, ezt megmondom őszintén. De különben, hogy tényleg ezt a témát befejezzük, mert különben olyan dolgokat tudnánk mondani, ami vagy igaz, vagy nem, szóval bizonyítani nem tudjuk. Bizonyára sokan vannak még, akik szeretnének elhelyezkedni, szünidős diákok. A Komárom megyei tanács munkaerőszolgálati irodája kiadott egy kis fehér könyvecskét, 87-es tájékoztatót. Ebben 3 oldalon át taglalják azt, hogy hol, milyen munkakörökbe, milyen életkorú diákokat mennyi pénzért várnak. Ezt a könyvecskét eljuttatták az iskoláknak, tévéhíradóban is benne volt, hogy állítólag nem jutott el a diákokhoz, nem tudom, hogy így van-e, de hogyha valakit nem találkozott vele, akkor a Komárom megyei tanácsra, hogyha bemegy, akkor bármikor készséggel rendelkezésére bocsátják és választhat szabadon. Mint ahogy a kedves nézőknek is azt szeretném javasolni, hogyha gondolják is ezzel a témával kapcsolatban van véleményük, akkor tegyék ezt meg, vagy a 10902-es telefonszámon, vagy pedig levélcímünkön, amely postafiók 1270. Azt hiszem, ez egy elég érdekes téma az, hogy a munka szerepe, becsülete lehetőségei most napjainkban ma Magyarországon. Lehet, hogy egy kicsit fellengzősen hangzik, de azt hiszem, hogy ehhez a témához kapcsolatban, ha véleményük van ezzel kapcsolatban, akkor azt várjuk, és nyilván megpróbálunk nyilvánosságot is biztosítani a számára, Ildikó. Én most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy olyan embert mutathatok be önöknek a mini portréban, akinek valószínűleg már gyerekkorában, talán éppen az ilyen nyári munkák során vált szenvedélyévé az a hivatás, amelyet napjainkban is űz. Hallgassák és nézzék meg Izsó Lászlót, lovasedzőt. Állattenyésztőzen mérnök vagyok, és ezen kívül meg középfokú lovasedző. Mi lehet ennek az oka, hogy ismét kezdünk odafigyelni a lovakra? Hát valószínűleg, hogy mint mondtad, azzal kapcsolatos, hogy az ember valahogy szükségszerűségét érzi annak, hogy visszatérjen a természethez. És valahogy ehhez egy nagyon jó kapocs, ez a régi, nagyon régi társunk, aminek hát sokat köszönhetünk, ugye kultúrtörténetileg és egyéb vonatkozásban is. Akik hát áldoznak erre, és pénzt, időt, energiát, azok általában megszállottak, tehát azok ismerik a lovat, tudják, hogy milyen érzés egy nyári hajnalon egyedül vagy ketten kint lovagolni egy réten, és ők hajlandók arra, hogy tegyenek ezért valamit. Tehát aki ma lovat tart Magyarországon, az megszállott, ez biztos, mert idő, pénz, ilyesmi kell hozzá. Miből kell több? Hát türelemből, ez biztos, türelemből. Nem tudom, hallottad-e azt bár ötös mondása, hogy aki lóval és gyerekkel akar foglalkozni, annak leginkább türelemre van szüksége. Egy-egy egyed annyira kedves tud lenni, amit kívülálló, aki nincs szoros kapcsolatban lóval, nem is tud elképzelni szinte. A lóval való foglalkozás az előbb-utóbb óhatatlanul eljutatja az embert idáig ehhez az érzéshez, amit mondasz, hogy szinte a szemében látom, hogy mit akar. Ránézek, és most látom, hogy éhes, vagy szomjas, vagy szeretne kimenni, vagy friss hüvet kíván, szóval ezt szinte érezni lehet.
a mozdulatából, a nézéséből. Sokszor van, hogy látja az ember, hogy valami bántja, bánatos. Sokszor lehet látni, hogy vidám, szinte örül, nevet a szeme. És mondom, ez csak az látja meg, az érzi, akinek alkalma van sokat ló körül lenni. Könyvajánlat következik újra. Megmondom őszintén, amikor a szerkesztő kitalálta, hogy könyvajánlatot tegyünk bele ebbe a színidei ajánló műsorba, mert kicsit a mai műsorunk az is, akkor egy vadonatúj valamivel szerettem volna előrukkolni, de amit a könyvhéten vettem, az sajnos nem volt még módon elolvasni, mert egy I.S. Szavaló versenyre készülve I.S. Gyulát olvastam 3 héten át. Kellett olvasnom, és szerencse, hogy kellett, mert csodálatos élmény volt. Káron Ladikján. Ezt a kötetet szeretném kiemelni, aminek az alcíme kicsit visszariasztó a nyári vakációs napokra. Eszéregénynek nevezik, de egy olyan olvasmányos, kellemes eszéregény, aminek bizonyos szempontból nincs párja. Abból a szempontból nincs párja, hogy minden rétegnek megvan a saját irodalma. Van ifjúsági irodalom, és ez milliófajta irodalom, de öregeknek nincs irodalmuk. Hogyha egy könyv öregekről szól, akkor az már valószínűleg orvosi könyv, vagy valamilyen helyes táplálkozási útmutató. Ebből így és személyes példáján át, tényleg a saját megélt dolgain keresztül tudhatjuk meg azt, hogy milyen dolog elmenőben lenni ebből a világból. És ez azért fontos, nem csak az időseknek. Az időseknek azért fontos, hogy saját magukkal szembesüljenek máson keresztül, egy írón keresztül. A fiataloknak pedig azért fontos, hogy mert tényleg együtt élnek velük, viseljék el rigolyáikat, viseljék el azt, ami az életkornak a sajátosságai, tényleg elmenőben ebből a világból. Csak 3 versszakot az indító versből hadd olvassak föl. Káron Ladikja nem akkor indul velünk, midől lezárul és befagy a szem. Zordát kelők, soká nyitott szemmel megyünk a végzetes vízen. Esztendőkkel előbb írít sorsunk behajt, s ringat a csónakon, amely bár nem kedvünk szerint, épp oly gyönyörű part hosszában suhan el, épp oly szép kanalén, lagunákon, akár a nált utasok is. Hisz minden ugyanaz, az ég, az út, a táj, épp csak visszafelé. Ezt a könyvet különben lehet még kapni a boltokban, annak ellenére, hogy nem könyvfeti újdonság, de hogyha valaki nem akarja megvenni, akkor elmehet bármelyik könyvtárba is, kölcsönözheti azt. Na, ez csak elvileg igaz, hogyha valaki kedvet kapott a könyv elolvasására, most egy helyen nem teheti meg, és ez pedig a József Attila megyei könyvtár. Egy tábla fogadja a látogatót az ajtón, amire az van kívül, hogy állomány ellenőrzés miatt zárva. Hogy mi is van a tábla mögött, és mi van a rajtó mögött, erről a könyvtárban érdeklődtünk. József Attila megyei könyvtár ajtaján egy fölirat fogadja a könyvet kölcsönözni szándékozókat. A fölirat arról tudósít, hogy állomány ellenőrzés miatt június 22-től július 27-ig a könyvtár zárva tart. Kuger Tamást, a megyei könyvtár igazgatóját kérdezem, mi is az állomány ellenőrzés? A könyvtár belső renge, az információkkal való gazdálkodás és a információ olvasók részére előkészítése, a könyvtár szolgáltatásai megkívánják, hogy időről időre az állományt ellenőrizzük, annak pontosságát a nyilvántartásokkal egybevessük. Hogyan számolnak el azokkal a könyvekkel, amik jelenleg is kín vannak az olvasóknál? A jelenleg kölcsönzésben lévő könyveket a leltározás leges legvégén vesszük számba, és a kölcsönző kártya alapján vetjük össze a raktári lapokkal, és pillanatnyilag meglévőnek tekintjük, és egy újbóli ellenőrzésnek vetjük alá, amikor az olvasó behozza. Nyilván a munkanagyságában is következik, hogy ezt, ha jól számolom, 5 hét. Mit tudnak az olvasóknak tanácsolni, akinél most van könyv, vagy akinek most van sürgősen szüksége könyvre, hova fordulhat? Tatabányán szép számmal működnek nyilvános közművelődési könyvtárak. Ezekhez irányítjuk, elnézést kérve az olvasókat. Tényleg előfordulhat, hogy valakinek feltétlenül egy Petőfi kötetre, vagy valamilyen adatra volna szüksége. Ez esetben hát hozzánk földrajzilag a legközelebb a
KPVDS könyvtára a Schönhe Zoltán utcában áll rendelkezésre, de a városi könyvtár igen gazdag állománya, ugyancsak gazdag állománnyal a Bányász körzeti könyvtár kisegíti a éppen irodalmat kereső olvasókat. Mielőtt én is könyvet ajánlanék, hadd ajánljam műsorunk további részét, mégpedig a plusz egy óra sportot Peszke Ferenc szerkesztésében, amely majd az itteni adás vagy műsor, pontosabban magazin műsor végén lesz, majd utána randevúzhatnak a nézők a Tonetben, vagyis vetélkedő műsor következik. Most pedig a könyvről Pálos Rozitta Hazatérés című könyvét ajánlom szíves figyelmükbe. Ez az Új Forrás Füzetek második kiadványa. Bakony Szombathelyen 1985-ben hunyt el a költő, válogatott verseit tartalmazza a kötet, aki válogatta és szerkesztette Csé Varga István, az előszót pedig Vasadi Péter írta, aki a költőt a Fény Szelíd kalandorának nevezte. A könyvpremierre a könyvhét nyitó napi eseményén éppen a József Attila megyei könyvtárban került sor, és itt üdvözölhettük Vencel Vera színművésznőt is. Kedves művésznő, azt hiszem nagyon érdekes módon ismerkedett meg Pálos Rozittával, megosztaná ezt velünk. Úgy ismerkedtünk meg, hogy neki volt egy műsora a rádióban, bemutatták őt, illetve hát verseket mondtak tőle. Ő szerette volna, hogyha én olvasok föl tőle verset, de nem tudott engem a rádió egyeztetni, nem is tudtam róla, hogy ez mikor van, de nem is értem volna rá. És elhangzott ez a műsor, de ő elküldte nekem a kötetét, ennek ellenére, hogy én nem tudtam abban a műsorban részt venni. És elolvastam az Úton című kötetet, és annyira megtetszett, hogy írtam neki egy levelet, és megköszöntem, hogy rám gondolt, és nagyon örültem, hogy egyáltalán őt megismertem, mert előtte nem is hallottam róla. És elkezdtünk levelezni, és egy haláláig tartó kapcsolat lett belőle. Hogyan ítéli meg, mi az, ami az ön számára fontos ebben a költészetben? Nagyon nehéz röviden erről beszélni, nagyon szeretem a verseit, megfogtak, bennem vannak. Úgy érzem, hogy elég sokat ismerek már belőlük. Szeretem őket. Őt magát is, és a verseit is. Megkérhetném arra, hogy egy verset elmondjon nekünk a kötetből. Soká suhogtak. Soká suhogtak a szélben anyám kopott kötényei. Mielőtt végleg ágyba dőlt, mosta és teregette ki. Nem tudtam leszedni őket. Őrizték a mozdulatot. Tisztán hagyta el mindenét, ahogy fénye a csillagot. Hófötte falunkban akkor három nap harangok sírtak. Bennem még nem hallgattak el, konganak, bonganak, hívnak. Néha szelíden megérint a kék festőkötény illat. Sötét utcákon ő kísér, kontyában lenszőke csillag. Pálos Rozitta könyvéből, válogatott verseiből hallhattak egy verset Vencel Vera előadásában, és azt hiszem dicsérni kell a meccenatúrát, hogy lehetővé tette a helyi könyvkiadás egyre divatossábbá váló országban divatossá váló megvalósítását itt Tatabányán is, vagyis az Új Forrás Füzetek következő számát is izgalommal várjuk, hiszen nagyon fontos, hogy a helyi értékek is országos nyilvánosságot kapjanak. És azt hiszem Pálos Rozitta esetében nem csak
helyi értékekről beszélhetünk, hanem fontos szerepet töltött be, tölthet be még az ilyen szelíd, csendes költészet is a magyar irodalom egészében. És most nagyon nehéz váltani arra, ami következik, mert a költészet után a pénz. Mi a kötvény? Aki elmondja, Szűcs János, az Országos Takarékpénztár Komárom megyei igazgatóságának, ebbe egy kicsit belebonyolódtam, tehát az OTP megyei igazgatóságának igazgató helyettese. 1982-ben a minisztertanácsi rendelet végrehajtása szabályozta a kötvények kibocsátását, majd a pénzügyminiszteri rendelet a végrehajtás más feltételeit is. Eszerint kötvénykibocsátó lehet az állam, a pénzintézetek, tanácsok, gazdálkodó szervezetek. A lakosság részére külön előnyt ad, hogy a kötvények kamatozási és visszafizetési feltételei előnyösek. A kötvény értékpapír olyan jellegű értékpapír, amit a kibocsátó szerz állami garanciával a kamat és a tőke visszafizetése tekintetében garantál. A kötvény maga tartalmazza a kibocsátó nevét, célkitűzéseit, azokat a feltételeket és jogokat, amelyeket a kötvény tulajdonosa maga számára élvez. A hátoldalán pedig a törlesztő részletekhez és a kamat kifizetéshez szükséges szelvények helyezkednek el, amelyek évről évre a feltüntetett időpontban a kötvény tulajdonosok beválthatnak. Hozzáteszem még azt is, hogy minden kötvény mint ilyen szigorú számozásra a bankoknál, tehát épp olyan érték, mint bármelyik minden olyan pénzt jelentő érték, amely a takarékpénztárnál pénzintézeteknél forgalomban van. A kollégák megróttak, hogy egy kicsit körülményesen vezettem fel, és való igaz, úgyhogy még egyszer elmondom, és elnézést kérek a kedves nézőktől is, tehát Szűcs Jánost, az OTP megyei igazgatóhelyettesét hallottuk. Most pedig egy pénzhez köthető témáról, a vagyonvédelemről lesz szó. A 80-as években a bűnözésben számos új jelenség figyelhető meg. A bűncselekmények számszerű növekedése mellett jellemző a bűnözés városiasodása, ez ma mintegy 70-80%-os. Az összbűnözés 60%-át a vagyonelleni bűncselekmények teszik ki. Ennek kárértéke megyénben 162 millió forint. Végvári István rendőrszázadostól a megyei rendőrfőkapitányság bűnözési osztályának vagyonvédelmi csoportvezetőjétől kérdeztük, mi az oka a vagyonelleni bűncselekmények ilyen dinamikus emelkedésének. Én egyrészt abban látom, hogy a személyi tulajdon az utóbbi időben kibővült. És ezt a bővülést kétféleképpen értelmezem. Egyrészt a személyi tulajdon bővülését eredményezi az is, hogy sok üzlet, szórakozó helyiség kerül személyi tulajdonba. Ma már a megyében majdnem minden harmadik ilyen jellegű betörés a személyi tulajdonban okoz kárt. A másik ilyen kibővülés az, hogy egyesek kezében nagyobb mennyiségű értékek halmozódtak fel. Elegendő csak arra gondolnunk, hogy ma már személyi tulajdonban megtalálható több százezer, esetleg millió forintot érő személyi gépkocsit is, vagy elég arra gondolnunk, hogy az utóbbi években a lakásokban, nagyon sok lakásban található színes televízió, nagyobb értékű videóberendezés, mikroszámítógépek, kicsitornyok. A másik okként a személyi tulajdon védelmi rendszer gyengeségét tartom. Értem ez alatt, hogy a felmérések szerint a károsultak magatartása mindegy 80-90%-ban járul hozzá a bűncselekmény elkövetéséhez, segíti elő a bűncselekmény elkövetését. A tulajdonosok az üzletházaiban, amit esetleg csak egy-két hétig vagy egy-két hónapig használnak, nagyobb értékeket hagynak hosszabb ideig őrizetlenül, és ezeknek a védelmére sem tesznek meg semmit. Vagy utcán sétálva a személygépkocsikba betekintve, ott csodálatos műszaki technikai cuccokat láthatunk, nem ritka ma már a személygépkocsikban a videó berendezés sem, tévégépkocsikba szerelhető videóra gondolok. Nyilván, hogy ezek a lehetőségek bűncselekmény elkövetésére szállítanak.
Számos esetben találtunk arra is példát, hogy sem a lakástulajdonosok, de még az üzlet tulajdonosok sem tesznek meg semmit az objektum védelme érdekében. Előfordul több esetben, hogy az ajtó és a héz és a top között új nagyságú hézag volt található, azt hiszem ezt felfeszíteni a betörőnek gyerekjáték volt. Az elmondottakból következik, hogy az etikusú bűncselekmények visszaszorításában, megelőzésében éppen állampolgárainktól várható nagy segítséget. A bűnözés társadalmi jelenség. Minden társadalmi jelenség a bűnözés is magában foglalja a visszaszorítás, a megelőzés lehetőségét. A megelőzés az eszéla végrehozott hivatalos szerveken túl valamennyi állampolgár kötelessége. A vagyon elleni bűncselekményeknél a kötelezettség érdekazonosságon alapul. Hiszen valamennyiünk érdeke az, hogy a társadalmi tulajdonban mind kevesebb kár keletkezzen, hiszen az egyén érdeke az, hogy a javaiban kárt okozó bűncselekmények megelőzésében tevékenyen részt vegyen. Tevékenyen részt kell vennünk tehát a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésében, de hogyan, milyen eszközökkel? Először ezutóbbira kerestünk választ Tatabánya néhány ismertebb üzletében. Skála Stráda. Jó napot kívánok! Jelenleg Árbázunkban ez az egytípusú riasztó kapható autósok részére. A riasztóra annyit tudnánk elmondani, hogy a riasztó ajtónyitásra, illetve az autó elindítását akadályozza meg. A riasztó utáni kereset sajnos nem nagy, mivel a tudásához képest a készülék ára viszonylag nagyon magas, 1580 forint. Jelenleg áruházunkban háromféle biztonsági zár működik, a Skála Coop biztonsági lakat, valamint a mágnes zárbetétes cilinder zárbetét komplett, ami nagy biztonságot nyújt. Ezen kívül van elektromos szignálzárunk, ami sajnos elsősorban az ára miatt, mert 1730 forint, a 4 év alatt mióta az áruház nyitva van, összesen 10 darabot tudtunk belőle eladni. Centrum áruház. Áruházunkban sem lakásbiztonsági, sem egyéb más ilyesztő berendezést kapni nem lehet. Ennek az egyik okát arra találom, hogy mivel az ára elég magas, és a lakosságot ez is elriasztja. Újvárosi Barkácsbolt. Üzletükben biztonsági zárak kaphatók, ajtóra szerelhető biztonsági zárak, elektromos riasztókészülékeket viszont nem lehet kapni, nem tudunk károsítani. Egyfajta autóérzőnk van, de ez is már egy elavult kivitel, és az ára sem reális. Újváros Terádió szaküzlet. A gépkocsi riasztóberendezéseket forgalmazzuk, jelenleg típus nem kapható belőle, de általában van kínálat. A hétvégi házoknál, illetve a családi házok riasztóberendezésére úgy igény, mint választék nem áll rendelkezésünkre. A kínálat nem túl biztató. Következő helyszínünk a Budapesti Rendőrfőkapitányság vagyonvédelmi tanácsadó szolgálata. Az ő feladatuk elsősorban a megelőzés. A tanácsadót számtalan ügyfél keresi fel, így tettünk mi is, és kérdésünkre, hogy hogyan védhetjük biztonságosan a lakásunkat, Kármán József, rendőralezredes, a tanácsadó szolgálat vezetője válaszol. A lakások védelménél ugye most kétféle lehetőség van, a mechanikai védelem és az elektronikai védelem. Hát a mechanikai védelem elsősorban lakótelepi lakások esetében a bejáratnál a megerősített bejárati ajtó, ami nyilvánvalóan már ezt elsősorban az építés pillanatában be kellene szerelni, de mivel nincs, ezért sajnos a lakó vagy a tulajdonosra hárul az a feladat, hogy ezt a kialakítást elvégezze. Itt Budapesten kaphatók olyan bejárati megerősített ajtók, típusok, amelyek acél kerettel vannak ellátva, az ajtólapok belülről 1 mm vastagságú acéllemezzel van felszerelve, és egy központi vezérlésű 4 ponton záradó zárfelkezet zárja az ajtót. A betörés elleni védekezésnek a mechanikai védekezés egyik legfontosabb eleme, mert a betörőnek a mechanikai szerkezetet le kell küzdeni. Ez a leküzdési idő minél nagyobb, annál jobb a mechanikai szerkezet értéke. De mint ahogy mondottam, a mechanikai szerkezet is megbontható, a megfelelő szerszám idő és ember áll rendelkezésre. Ezért javasoljuk, hogy ki kell egészíteni azt olyan elektronikai eszközzel, amely abban a pillanatban, amikor a
bejárati ajtó megbontásához hozzákezdtek, tehát feszítik, feszegetik. Abban a pillanatban jelezze azt, hogy itt most valami rendellenesség történt. Ha elektronikai eszköz van beépítve, a megfeszítés pillanatában a sziréna megszól és szól bizonyos ideig, pedig fel egy percig, lakótelepeken, sűrűn lakott területeken nem indokolt a hosszabb szólási idő. És itt jön aztán a társadalomnak a szerepe, a szomszédok szerepe, a segítése, hogyha egy ilyen riasztókészülék megszól, akkor mit csináljon. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy ilyen riasztóeszköz megszólal, az a betörő pszichikumát megzavarva gyakorlatilag a cselekmény abbahagyásra kényszeríti. De tehát a lakásvédelemnek ez a kettős eszköze adja tulajdonképpen azt a megelőzési lehetőséget, amit ma mi tudunk javasolni. Láttuk miként, milyen eszközökkel lehet hatékonyan védeni lakótelepi lakásainkat, de a film elején láttuk a kínálatot is. Éppen ezért a megyei rendőrfőkapitányság és a generálkereskedelmi vállalat megegyezett abban, hogy az építők áruháza felvállalja a hatékony biztonsági zárak, riasztóberendezések beszerzését, árusítását, de ugyanők vállalják, hogy a kisiparosok, szövetkezetek, ha rendelkeznek új hatékony védelmi eszközökkel, lehetőséget kapjanak arra, hogy vevőre is találjanak ezek a berendezések. Következő két hét múlva sorra kerülő filmünkben a családi házak, vikendházak és a gépkocsik hatékony védelméről lesz szó. Bukovszky Zoltán szerkesztő kollégán készítette az anyagot, és megkért arra, hogy feltétlenül mondjuk el, hogy az a kedves néző, aki esetleg meglepődik ezeknek az eszközöknek az árán, tehát ezeknek a védelmi berendezésnek az árán, az gondoljon arra, hogy több százezer forintos összegnél, vagy egy komolyabb értéktárgynál ezeknek az ára a kárhoz viszonyítva nem is olyan sok. Most pedig sportműsor következik, és a sportműsor vezetője Nibling István. Sajnos ismét szomorú hírrel kell kezdeni sportösszeállításunkat. Nagy veszteség érte a magyar sakksportot és a tatabányai bányászt. Életének 76. esztendejében elhunyt Lángos Józsa, a magyar női sakkozás megalapítója. Az első magyar bajnoknő, az örökös bajnok, 9-szer volt egyéni győztes, és 50 éven át tagja a tatabányai bányász sakkcsapatának. Az élete volt a sakk, szenvedélyesen tanította a fiatalokat, de többé már nem ülhet asztalhoz. Úgy éreztem, hogy tanítani kell a fiatalokat, és szívesen játszottam velük, iskolákba szerveztem versenyzőket, szimultánozókat. Annyi sok szép emlékem van, hogyha úgy előveszem az albumokat, vagy nézegetem az ajándéktárgyakat, mindegyikről eszembe jut valami kedves, valami szép. A 23. úttörő olimpia eseményeiről kecskeméti kollégáinktól kaptunk tudósítást, így sajnos tatabányai versenyzőket verseny közben bemutatni nem tudunk, de talán érdemes lesz figyelni a nyitóképet, mert ott látszanak fiaink és lányaink. A legjobban szereplő versenyzőink, illetve csapataink ezen a úttörő olimpián fiú röplabdában második helyezettek lettek a Sárberki Általános Iskola fiúi, legeredményesebb versenyzőnek járó különdíjat Vejtei Miklós kapta. Az 50 méteres hátúszásban második helyezett lett Kaszás Ferenc, a Dózsa Általános Iskola tanulója. Film bejátszásunkon az 500 méteres leány kajak döntőt, a győztes talajtorna gyakorlatot és egy karika gyakorlatot láthatunk.
Tamás, a figyelmetbe ajánlom a következő rövid kis filmbejátszást, nem mindennapi, és azt hiszem ritkán látható felvételek következnek. Van egy ilyen angol kifejezés, hogy powerlifting. Ezt szó szerint átültetjük magyarba, ez annyit tesz, mint erőemelés, és így hívják ezt a sportot is, hogy erőemelés, és azokat az erős embereket láthatjuk majd most a képernyőn, akik ezt a sportot űzik. Itt Tatabányán a Népházban volt a versenyük, itt nagy hagyományai vannak ennek a sportnak. 1987. június 6-án került sor a felnőtt magyar erőemelő bajnokságra Tatabányán, a Népházban. A Népház megfelelő versenyzési feltételeket biztosított valamennyi résztvevő számára. A versenyre 27 szakosztály nevezett. A nevezési szintek méltóak voltak a verseny színvonalához, hiszen Tatabányán a legjobb erőemelők adtak egymásnak randevút. A legjobb tatabányai versenyző Bors István volt. A Sportág Ideiglenes Intézőbizottsága és a Tatabányai Petőfi Tömegsport Egyesület kitűnő alkalmat teremtett a sportág művelőinek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a 6 országos csúcs. Véget értek a bajnokságok, a nyár a pihenésé, pihennek sportolóink, így mi is több figyelmet tudunk szentelni a tömegsportnak. Süle Károly tudósítását láthatják. Balassa György, a Petőfi Tömegsport Egyesület szervezője. Hány csoportban és hány csapattal működik ez a bajnokság? 4 csoportban, A, B, C és D csoportban játszanak a csapatok. Az A csoport és a B csoport 14 létszámmal, és a C és a D csoport pedig 12 létszámmal. Tehát összesen 52 csapat játszik ebbe a kis pályásbajnokságba jelen pillanatban. Hát a D csoportot azt azért indítottuk el, mert nem akarunk elutasítani senkit, egyetlen jelentkező csapatot sem, és annyira feltöltözött a létszám, hogy már nem lehetett a csoportok a létszámát növelni, inkább még egy csoportot indítottunk, és így lett a D csoport. Elég sok nézőt láttam itt, ez nevezhető egy kicsit itt az újvárosiaknak, ilyen népszórakoztatásnak is? Feltétlenül, persze, nem csak a környékbeliek, hanem Dózsakert, Csárbelik, itt nagyon sokan, itt 300-400 néző jelen van általában minden nap, mert itt minden nap forduló van, próbálunk a feltételeket javítani, egy épületbővítést csináltunk itt a parkba, rövidesen befejezzük, ahol öltözőt szeretnénk nagyobbat kialakítani, egy büfét szeretnénk csinálni, hogy a csapatoknak ne kelljen elmenni esetleg játék után egy-egy üdítőre. Azon kívül hát itt a mind a két pályánk most már tavaly ősz óta villanyvilágításos, úgyhogy úgy érzem, hogy a feltételeket mi már adni tudjuk. Én itt látok kiöregedett, nem szép szó, de hát ez az igazság, kiöregedett sportolókat, különböző munkahelyi kollektívákat, területi, tehát lakóterületi kollektívákat, és ezek a csapatok így szerveződnek, vagy van valami ennél különlegesebb dolog is, vagy mecénások, vagy ilyesmi, mert én hallottam ilyen dolgokat is. Hát a csapatoknak a többsége úgy szerveződik. Sőt, olyan csapatról is tudunk, tudomásunk van, akik önmaguk adják össze a nevezési díjat. A legtöbb üzemi csapatok, ahol ugye a tömegsport keretből gazdálkodnak, abból kapják a nevezési díjat, abból veszik a felszerelést. De nagyon sok csapat van, akik összeállnak. Például van a Sárbereknek egy csapata, van a Dózsakertnek egy csapata, van a Bánhidai lakótelepnek egy csapat. Kollégáink hamar megtalálták a szalagot, így hát sajnos belét folytották a szót, de megígérem, hogy az utolsó filmbeszámoló következik, és utána tiéd a szó. Ez az utolsó filmes beszámolónk pedig a kaszkadőrök világába vezet el bennünket. Valahol talán ez is sport. Tatabányán szerepelt ugyanis a Párduc kaszkadőr csoport. Volt itt minden a bányász pályán. Szaltó az autó tetején, tűz, kerítéslét szaggatás, szóval minden, ami egy filmbe esetleg szükséges lehet. Kár, hogy csak nagyon kevesen voltak kíváncsiak erre a produkcióra.
Én ugyan elköszönök önöktől, kedves nézőink, de nehogy kikapcsolják készülékeiket, hiszen következik a plusz egy óra sport, utána pedig a rendezvú a Tonet kávéházban, vagyis a vetélkedő műsor, tehát további jó tévézést.